Muay Thai képzést tartottak magyar katonáknak, az egész napos szemináriumon 14 kiképző tiszt vett részt. A program része volt több bemutató a hagyományos és a modern Muay Thai technikákból. A rugó és alkarpajzsot használó modern Muay Thai edzés technikát és a hagyományos thai boxot, a Muay Boránt is bemutatták a Thaiföldi Lanna Akadémia tagjai Budapesten. Annak idején a thai király ezt a katonáknak találtak, hogy a közelharcban meg tudják védeni magukat. Tehát nagyon fontos alappillére ez a Muay Thai-nak, hogy egy katonai rend kapta először ezt az oktatást. A közönség ezúttal a Magyar Honvédség testnevelő tisztjeiből állt. A képzéssel az volt a cél, hogy olyan Muay Thai technikákat sajátítsanak el, amiket később át tudnak adni a katonáknak az edzéseken. A közelharc stílusoknak megfelelően judóból vettünk át eséseket, különböző karate stílusokból ütéseket, rugásokat, és most a thai boxból nagyon jó hasznosítható közelharc elemeket emelünk be ebbe a rendszerbe. A Magyar Honvédség katonáinak az egykor professzionális Muay Thai sportoló Krúdin és csapata tartott szeminárt. Nem csak azért jöttünk ide, hogy Muay Thai edzéseket tartsunk, hanem azért is, hogy barátságokat köthessünk a magyar emberekkel, mondta. A budapesti workshop egy európai roadshow része, amiben a thai mesterek és a thai külügyminisztérium küldöttsége Horvátországba és Csehországba is ellátogat. Ez már a második alkalom, hogy képzést tartunk a magyar katonáknak. Eddig nagyon jó visszajelzéseket kaptunk a magyar kormánytól. Ez egy hidat képez a két ország és a két kultúra között. Hasznos a magyar katonaság számára, miközben népszerűsítjük a thai kultúrát és a thai boxot, mondta a magyarországi thai nagykövet. A roadshow budapesti programja csütörtökön a Muay Thai edzők továbbképzésével folytatódik.